voltak benne borzasztó nagy kilengések, hullámvölgyek és hullámhegyek, de az egészet, hogyha így le nézzük, és az effektív részét, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg sikeres évet zárt a magyar tenisz. Attól függetlenül, hogy még az év végén is vannak nehézségeink, de nem arról szólt szerintem elsősorban, vagy legalábbis én nem szeretném, hogy arról szóljon. Úgy gondolom, hogy nagyon közel volt a 18 ahhoz, hogy ismét az előző évekhez képest is rátegyünk egy lapáttal, és még inkább a magyar tenisz éve legyen. Nem mondhatnám, hogy idén nem voltak nagy eredmények, mert azért 30 plusz év után győzelemeskedett magyar ATP tornán. A lányoknál duplázott Babos Timi hölgyeknél páros világbajnokságon, Grand Slamet nyertek, tehát azért összességében úgy gondolom, hogy a nagy eredmények nem maradtak el. Ezektől volt hangos a sajtó hosszú hónapokon keresztül. Belgiumban először voltunk idegenben, világcsoportban ezzel a csapattal, ugye nagyon mérő indult ez a csapat, és ott az első kicsit fájdalmas nap után a szombati páros győzelem az abszolút egy ilyen öröm érzéssel töltött el az ott lévő több száz magyar szurkolót, illetve ősszel, amikor hát kisebb meglepetés helyett inkább azt mondom, hogy csodaszámba menő meglepetésre Zsombor legyőzte Veszelit. Ez most így a Davis kupák úgy látszik minden évben tartogatnak egy-egy ilyen csodás élményt, és ezek szerintem olyan energiákat szabadítanak föl, amelyek a fiatalok számára is nagyon példamutatóak lehetnek. Természetesen ez egy nagyon érdekes pillanat volt, azt gondolom, hogy megmutatta azt, amiért kitalálták a Davis kupát, azt, amiért kitalálták a nemzeti válogatottaknak bármilyen sportágban történő versenyét, az, hogy az éppen aktuális ranglistás helyezés, az semmit nem jelent, egy a szív fölötti címer, egy magyar válogatott mez, egy magyar válogatottban történő szereplés, az minden sportolónak, legalábbis remélem, az az életének a csúcspontja, és aki így tesz, annak egy picivel többet is ad egy-egy ilyen pillanat, hiszen aki a teniszpályán van, az tudja, hogy a versenyeken mindig vannak szurkolói, vannak ellendrukkerei, de amikor egy válogatott mezben egy országot képvisel, egy nemzetet képvisel, akkor annak teljesen más az üzenete. Én azt gondolom, hogy minden játékosnak saját magának kell eldöntenie, hogy vállal-e szerepet a válogatottban. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez elsősorban a válogatott szövetségi kapitánya és a versenyző közötti kérdés lehet, csak amennyiben más van mögötte, akkor is azt gondolom, hogy vannak válaszaink és vannak megoldási javaslataink is. Ha az volt a kérdés, hogy játszik-e majd februárban Fucsovics Márton a magyar válogatottban, mi várjuk az ő játékát. Ő is tett rá utaló magatartást, hogy természetesen szeretne. Hogyha a következő napokban bárki keres bennünket azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne Marci a következő évben, állunk elébe és megpróbáljuk megoldani. Nem csak nekünk fontos ez a dolog, szerintem az ő versenyzői karrierjében is fontos állomása van a Davis kupának, mint ahogy eddig is volt. Az év vége az sajnos szerintem egy picit beárnyolta ezt az általános boldogságot, de pont az év vége szerintem az, ami a jövőre nézve nagyon nagy reményekkel tölt el, és ez leginkább az utánpótlás területén látott eredményekkel, és nem is az eredményesség szempontjából, hanem itt konkrétan a PNCCB-re gondolok, ahol emlékeim szerint néhány évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt indítottuk ezt a fajta megmérettetési lehetőséget a legkisebbek számára, akkor telefonálni kellett a kluboknak, hogy ugyan vegyenek részt és nevezzenek be. Most pedig több mint 320-an vettek részt. Természetesen a napi aktuális és operatív kérdésekkel sokat foglalkozunk, és hát van egy viszonylag jól kidolgozott jövőképünk, amit szeretnénk elérni. Ezt néhány éve már lefektettük, ennek alapján vagyunk benne a kiemelt sportág fejlesztési támogatott sportágok között. Ennek az eredménye az, hogy próbáltunk Magyarországra versenyeket hozni, megfelelően menedzselni fiatalokat ahhoz, hogy minél jobb eredményt érjenek el, és az utánpótlás, amit megint a legfontosabbnak szeretnék mondani, a vidéki klubokon keresztül egy olyan támogatási rendszernek a kidolgozása, amivel
el tudjuk érni, hogy ez egy tényleg szerethető, tényleg sikeres és fejlődő sport lehessen. Ugye a profi sportoló és a teniszszövetség, vagy általában a szövetségnek a pályája, azok inkább párhuzamosan kellene, hogy haladjanak. Ez egy nagyon különleges helyzet volt, ami a Marci, illetve a teniszszövetség között volt 3 éven keresztül. Ugye Marci gyakorlatilag már lemondott róla többé-kevésbé mindenki. Nem tudta áttörni azt a gátat, ami egy lehetetlen helyzetként ott magaslott előtte, ez ugye a top 100-as helyzetről beszélek, és akkor a teniszszövetség még egyszer utoljára, vagy utolsó utáni utoljára gyakorlatilag teljes arzenáljával mögé állt. Pénzfegyver paripa, ami csak kellett, hogy ezt mindenki ismeri a történetet, és hál' Istennek bejött. Ugye azért ennek garancia erre semmilyen formában nincsen. És amikor a profi sportoló eléri azt a szintet, hogy igazából ő már egy önálló entitás, ő egy saját maga szempontjából is egy tényező, majdnem azt mondom, hogy akár egy önálló szervezethez lehetne hasonlítani, hiszen nagyon sok személy van a csapatban, és teljesen más szempontok kell, hogy érvényesüljenek, innentől kezdve egy külön utakon járó normális együttműködés kellene, hogy legyen a szövetségnek. Az elsődleges feladat az utánpótlás nevelés, a klubok támogatása, a hazai versenyrendszernek a működtetése, nemzetközi kapcsolatok építése, versenyrendezések és a lehetőségek biztosítása. Miután Marcival sikerült ezt a projektet véghez vinni, a következő feladat a fiataloknak a segítése, és hát itt drömbölnek az ajtón a fiatalok már a férfiak mezőnyében is, hiszen Valkusz Máté 250-en belül van. Tehát ha abba belegondolunk egy pillanatra, hogy Máté jelenleg egy jobb ranglistával rendelkezik, mint Marci rendelkezett, vagy legalábbis nagyon közel van hozzá, mint Marci rendelkezett, amikor elkezdtük az együttműködést, akkor lehet érezni, hogy alapvetően ez a dolgok természetes rendje. Bízunk benne, hogy Mátét is el fogjuk tudni juttatni arra a szintre, hogy mondjuk ő is top 50-es játékos legyen néhány év múlva, meg Zsombit is segítjük ennek a folyamatnak a kapcsán, és akkor jön a következő generáció. Sok jelentkező és kopogtató van, nagyon komoly versenyeket vívnak egymással a fiatalok, és nagyon nagy szerencse is kell ahhoz, hogy oda is el tudjanak érni, ahova szeretnének eljutni. Reméljük, hogy ezeket az akadályokat át lehet lépni a következő évben, és akkor el tudunk jutni odáig, hogy valóban olyan versenyzőink lesznek, akik itt a top 100-ban meg tudják majd egymást is mérni. A feladat az, hogy nem most a következő generációra kell koncentrálni, és azért ott ezek az eredmények, most ugye a fiúkról beszéltünk főleg Máté, illetve Zsombor esetében, de azért ne felejtsük el, hogy Fanni egy évvel ezelőtt egy nagyon hasonló helyzetbe tért haza, mint Marci néhány évvel ezelőtt. Ugye külföldön próbálkozott Fanni éveken át, komoly támogatása, komoly háttere volt meg, ugyanúgy, mint ahogy Marci is külföldön készült, meg volt minden támogatása, minden háttere. Ennek ellenére valami miatt nem működött, és Marcihoz hasonlóan Fanninál is már az első év végén igenis látszanak azok az eredmények, hogy a nyugodt körülmények, a biztos háttér, az ismerős arcok, az esetlegesen, a túlzottan merev szakmai vagy professzionális hozzáálláson túlmutatóan egy-egy baráti mosoly, egy-egy baráti gesztus, egy-egy közös mozizás a csapattagjaival, az teljesen más lélekállapotba hozhatja a játékost. 100 plusz-minusz 20-dik a világranglistán. Bármikor benne van egy komolyabb eredmény, és ugye az idei volt az első olyan éve neki is, amikor azt mondom, hogy túlzottan kirívó egy-egy esemény megvolt, ahogyan korábban is, de nem ettől volt meg a 200 plusz-minusz 30-as ranglistája, mondjuk kiegyensúlyozottabb, gyakorlatilag folyamatosan teljesítő évet zárt. Hozzáállása nagyon sokat változott, és látom magam előtt sajnos azt a szomorú helyzetet, hogy szerintem egy-két éven belül el fog érni azokat a célokat, amiket kitűzött. Ugye 19-re az 50-et sem tartja kizártnak, ezt a véleményt osztom, és akkor ő is a saját útján fog járni, és majd az élet hozza, hogy remélhetőleg mondjuk egy 5 év múlva vagy 10 év múlva beszélgetünk, akkor sok-sok ilyen játékosunk van, akik bejutottak a top 100-ba, és a saját útjaikat járják, és abban is bízom, hogy azért egy 10 év múltán majd ez úgymond egy normális valósággá válik,
és attól függetlenül, hogy mindenki a saját útját járja, össze lehet jönni végén egy-egy vacsora alkalmával, vagy akár évközben, és visszaemlékezni azokra az időkre, amikor nem volt még minden annyira fényes és csillogó. Én azt gondolom, ugyanúgy a Fedco kapitány megpróbálja a lehető legjobb csapatot összeállítani. A Fedco a női mezőny világbajnoksága. Szerintem, hogyha a feltörekvő fiataljaink komolyan oda teszik magukat, akkor ott is komoly sikereket tudunk elérni. Kezdjük azzal, hogy Timi nagyon fiatal, hiszen ő is nagyon fiatal. Hölgyeknél nem illik úgy akkor beszélni. Stoller Fanni, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, Jani Réka, igaz, hogy kor elnökként mondjuk Réka Timihez van közelebb, de ők mind nagyon közel vannak egymáshoz korban, játéktudásban is. Réka ugye volt már 150-en belül, Fanni már ott van, Dalma volt már ott, biztos, hogy vissza fog térni. Bondár Anna egy elképesztő évet zárt, egy nagyon, nagyon csúnya tércalagszakadás plusz műtét. Egy korábbi megpróbálás, tehát egy visszatérési próbálkozás után jött a műtét, és nagyon mérőindulva, élete legjobb helyezését elérve zárja az évet, bőven a 300-on belül, tehát 260-70 között zár várhatóan. Panna idén egy picit visszaesett, de alapvetően ő is már ott a 300-as ranglistát ostromolta. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott csapat van most a Fedkupa szintjén, biztos vagyok benne, hogy még sokat fog erősödni. És azt hiszem, hogy a napokban mondta Juhász Gábor, Fedkupa kapitány, sportigazgató úr, hogy ha a legerősebb csapattal tudnak utazni, akkor mindenképpen feljutó esélyesnek érzi a csapatot, legalább a playoffig. De én úgy gondolom, hogy a csapat erejét leginkább a kiegyensúlyozottsága mutatja, hogy sokan vannak hasonló tenisztudású szinten, és az aktuális forma is befolyásolja nyilván. Nem lennék a kapitány helyébe, hogy napi szinten kit küldjük fel az egyénire vagy párosra. A fiatalok bejelentkeztek, tehát ott vannak, abszolút értékben is. Dalmáról se feledkezünk meg, hiszen most egy kicsit nehezebb időszakon van túl az elmúlt egy-másfél évben, de volt ő már 140-edik, én biztos vagyok benne, hogy le fogja rázni magáról ezt a mostani nehezebb időszakot, és nagyon gyorsan ott lesz megint. A mögöttük következő utánpótlásban is nagyon sokan vannak ott, ugye itt az elmúlt három évben az ifjúsági csapat világbajnokságon mindig elvárás felett tudtak teljesíteni, mind a fiúk, mind a lányok. A legkisebbeknél egy nagyon széles bázis kezd kialakulni. Az iskolatenisz programok most rendesen beindultak az elmúlt években. Érzik a klubok azt a fajta törődést, hogy érdemes, nem csak érdemes, hanem szükséges is a magyar teniszsport érdekében az utánpótlás nevelésbe befektetni. Elindult az edzőképzés, továbbképzés, nagyon sok kollega jött el az elmúlt egy-másfél hónapban a biztosított lehetőségekre. Ezek ugye most rendszeressé válnak, a testnevelési egyetemmel egy együttműködést tudtunk kötni. Lezárult nagy nehezen a belső teljes szervezeti pénzügyi jogi átvilágítás a szövetségen belül, de a 19-es évben én úgy gondolom, hogy azok az abszolút értékben vett eredmények is meg fognak mutatkozni, amelyek alapján bízom benne, hogy jövő év végén ismét a legjobb évek egyikét fogjuk tudni zárni, és addig, amíg bővülni tud úgy az utánpótlás bázis mélyebb szinteken, amíg azok a napi operatív feladatokat ellátó személyek úgy tudnak dolgozni, ahogy az elmúlt egy-két évben, én biztos vagyok benne, hogy az eredmények nem maradnak el. Talán azt kívánom, hogy egy kicsivel nyugalmasabb év legyen a 2019-es, bár azt már most tudjuk, hogy ebben azért lesznek olyan történések, amik nem biztos, hogy a nyugalom felé indulnak, de mindenképpen azt, hogy a szövetség az egy biztos alapon működő és nagyon komoly munkát végző szövetség lehessen. Ezt a helyzetet újraépíteni azért nagyon nehéz lesz, és úgy gondolom, csak úgy lehetséges, hogyha nyugodtan lehet dolgozni azért a célért, ami mindannyiunk célja kell, hogy legyen, és biztos vagyok benne, hogy az is, hogy a magyar teniszsport az szépen erősödjön, fejlődjön a továbbiakban is. Van egy egységes elnökség, nagyon motiváltan ugrottak neki a munkának ugye az elmúlt néhány hónapban, és én azt tudnám leginkább kívánni, hogy ehhez a munkához legyen meg a kellő türelem a résztvevők oldaláról, és a nyugalom a helyzet szempontjából.